Nagy volt a sürgés forgás ma délelőtt a rendőrkapitányságon. A nyílt napra a szentendrei iskolások mellett a kistérség településeiről is meghívták a diákokat, így például Pomázról is jött egy osztály. Csak jobb kész, csak hüvelykúj. Egyenesen benyújtod az ujjat. Úgy. Vedd föl. Tedd össze így a négyet, ahogy mutatom. Szépen. Jó, ne nyomj rá jobban, mint ahogy én rányomom. Szuper. Másik kéz. Ugyanezt nyújtsd fel az ujjad. Szép, vedd föl. Úgy, nyújt össze a négyet. Erre nyújtsd fel, mert lebillentozom. Úgy. Úgy, és most föl. Szuper. Az új lenyomatvétel mellett számos programmal várta a rendőrség a fiatalokat. Nagy sikere volt a kábítószer kereső kutya Mázli bemutatójának, de sokan a bringa pályán is kipróbálták ügyességüket. Jól tudok bringázni, de jó nehéz a pálya. Mi a nehéz benne a buktató? A bójak nagyon így közel vannak egymáshoz, és a rámpa elég nehéz. És a szabályokat tudod, ami alapján biciklizni kell? Felkészült biciklista vagy? Igen. A biciklizést inkább a fiúk próbálták ki, de a sebességmérésből már a lányok sem szerettek volna kimaradni. Az autósok által sokszor utált Trafipax most azt mérte, a gyerekek milyen gyorsan futnak, akár csak az Üvegtigris című filmben. A Barcsaiból érkezett osztályban még a pedagógus is szaladt a gyerekekkel. 18. Fontosnak tartom több szempontból. Ugye a rendőrség életébe egy kicsit betekinthetünk. Nekünk most például a környezetből témakörünk is a lakóhelynek az ismerete, nem csak a természeti adottságainak az ismerete, hanem a társadalmi élete, közlekedése, se gazdasági élete. És én azt gondolom, hogy ebbe beletartozik ez is, hogy megismerjék a háttérintézményeknek a működését. Meg egy kicsit közelebb is kerül nekik esetleg majd foglalkozásválasztás, tehát ilyen tekintetben is fontosnak érzem. Ezután a nap után minden második gyerek rendőr akar lenni, mesélte mosolyogva Gulyás Anita rendőrőrnagy. A több mint 200 diák ezúttal pozitív élményeket szerezhetett a rendőrségről. Én nagyon imádom ezt a megelőzési területet, hiszen azt szeretnénk, hogy senkinek bántódása ne essék és baja ne történjen. Úgyhogy az iskola rendőrprogram keretében szerveztük ezt a nyílt napot, ugyanis ez a program azt jelenti, hogy minden iskolában van egy rendőr, aki az iskola rendőre, és most szerettük volna őket meghívni, mint egy családi társaságba is illik az, hogy a barátok meghívják és az ismerősök egymást egymáshoz. Amikor az iskola megkeresi a rendőrét, úgymond az iskola rendőrét, hogy menjen hozzájuk előadást tartani, akkor megy a rendőr, vagy ő, vagy meghív más kollégákat, akiknek szakterületét érinti az a témakör, amire az iskola vagy a gyerekek kíváncsiak. Több iskolában szakkört is működtetnek a rendőrök. Maga a rendőrkapitány is részt vett a nyílt nap programjaiban, ő a diákokkal beszélgetett az épületben. Nem egy fecske csinál itt nyarat, úgyhogy itt a kollégák már nagyon-nagyon benne voltak a szervezésnek. Az egyharmadánál felénél jártak, amikor sikerült megérkezni ide Szentendrére, úgyhogy nagy örömmel csatlakoztam be. Hát a mai napunk az egy eléggé kis feszes nap lesz, mert összesen 210-218 gyereket fogadunk itt a kapitányságon, és ebbe a pár száz négyzetméterben megpróbáljuk őket úgy gardírozni, hogy egymással ne nagyon keveredjenek össze, és a nap végére mindenki meglegyen, és reméljük, hogy hasznos információkkal fognak hazamenni. Mondtam én ezt már, hogy a gyerekekkel nagyon-nagyon érdemes foglalkozni, nagyon nyitottak, nagyon kedvesek, nagyon segítőkészek. A kicsik azok feltétel nélkül elhiszik, amit mondunk, a nagyok kétkednek, a kicsikkel azért nehéz dolgozni, mert nem szabad őket kicsit sem félrevezetni, a nagyokkal azért nehéz dolgozni, mert őket viszont meg kell győzni arról, hogy tényleg azt mondjuk, amire nekik oda kell figyelni, és amikkel nekik gondolkodni kell. Egészen más a történet, és ugye nekünk nehéz, mert mi nem vagyunk pedagógusok, milyen jellegű képzést nem kapunk, de azért nagyon sok kollégám van, akinek nagyon jó érzéke van ehhez, úgyhogy remélem, hogy a mai nap nagyon sikeres lesz. Körbejárják az egész kapitányságot a fiatalok, úgyhogy kapnak egy ilyen kis betekintést a mindennapi életünkbe, hiszen egyébként mellette azért itt megy a munka, úgyhogy mindenki, aki ebbe a programba nincs bevéve, az végzi a saját dolgát. Vélhetően félig meddig füldugóval, mert azért már elég nagy zaj van a házban. Az intézmény parkolójában ki lehetett próbálni a rendőrautókat, megcsodálni a rendőrmotort, de a csatlakozó katonai rendészetnek köszönhetően a filmekből ismerős fegyvereket is meg lehetett fogni. Nagy sikere volt az arcfestésnek is, igaz ezúttal nem a megszokott mintákat készítették el a katonák.